Jó napot kívánok! Az egyetemisták helyzetéről, a felsőfokú online oktatásról és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség jelenlegi működéséről, további terveiről kérdezem Skype-on a Diákszövetség elnökét, Hatos Attilát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is! Ugye, ha jól tudom, 2019. novembere óta elnöke a KMDSZ-nek, és nem tudom, hogy mennyire sikerült belerázódni az új feladatkörébe, de már is jött a világjárvány, és akkor tulajdonképpen teljesen megváltozott életkörülmények között kell irányítani egy hatalmas nagy diákszervezetet. Hogy működik ez? Hát ez az igazság, november 20-a óta, november 20-án volt a közgyűlés, viszont a teljes mandátumot február 15-én kezdődött, úgyhogy mondhatom, hogy még csak néhány hónapja vagyok a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke hivatalosan is. A jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a Kolozsvári Magyar Diákszövetség teljesen átállt home office-ra, a minden vállalathoz és minden szervezethez hasonlóan mi is már azonnal léptünk, és ahogy tudtunk, felvettük a technikai körülményekhez a versenyt mindenkivel, és átálltunk itthonról dolgozni. Elég nehéz, azt kell mondjam, jelenleg fenntartani a szervezet működését. Távol vagyunk a diákoktól, távol vagyunk azoktól az emberektől, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk. Nem ezt a munkamenetet szoktuk meg így az elmúlt években. Viszont mindenképp a sok negatívum ellenére én azt látom, hogy egy kicsit jobban át tudtam én is és a vezetőség is gondolni, hogy merre tovább, mik lesznek az elkövetkezendő év stratégiái. Abban a monoton, vontatott helyzetben, ami nagyjából nekünk a tavasz szokta jellemezni, abban nincs soha idő ilyenre, hogy egy kicsit leülni, elgondolkodni, hogy mik a következő lépések, hogy lehet esetleg egy hosszú távú stratégiát úgy felépíteni, ami meg tudja határozni a teljes évet. Erre évközben nincs időnk, viszont most lehetőség adódott, ugye? Lehetőség adódott erre is. Így van. Azon kívül nagyjából próbáltuk a programjainkat átvinni az online térbe, online tartjuk a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel napi szinten együtt dolgoztunk személyesen, online nyelvórákat tartunk a karrieriroda keretein belül, és online próbálunk agorát is tartani, hogy egy kicsit a KMDSZ mindennapjaival beszámoljunk a diákoknak. Arról, hogy mi történik. Egyébként most egy nagyon mozgalmas időszak lenne, hiszen következnének a diáknapok. Ugye május az a diáknapok időszaka volt rendszerint. Most önök azt mondják, hogy a május idén októberben lesz. Bíznak abban, hogy hagyományos módon megtarthatják a diáknapokat októberben? Igen, hát ebből a szempontból is egy változás így az egész szervezet életében, mert eddig mindig megvolt az adott recept, mondhatom így, hogy szervezünk diáknapokat, hogy mi miután következik. Ez most teljesen fölborult, és az első nagyobb akadály akkor tapasztaltuk, amikor meg el kellett dönteni, hogy lesznek diáknapok idén, vagy le kell mondjuk teljesen. Ezt semmiképpen mi nem szerettük volna, mert ez egy nagyon nagy érvágás a teljes magyar, kolozsvári magyar diákközösségekben. 2000 ember egész évben erre készül, úgyhogy nem szerettük volna, hogy ettől megfosszuk a diákokat. Így október 7 és 11 között reményeink szerint a megszokott ütemben, a megszokott helyen, a megszokott emberekkel tőlünk lesz hangos Kolozsvár főterés a törökvágás. És akkor ez nem alternatív változata lesz a diáknapoknak, hanem reményeink szerint egy hagyományos változata. Említette azt, hogy megpróbáltak átvinni virtuális térben, amit lehet a KMDSZ programok közül, pedig nagyon sok van belőlük, ezekről meséljen egy kicsit, hogy mi az, ami megvan a régi, a hagyományos programokból még. Hát a hagyományos programokból, és legfőképp itt a májust emelném ki, ugyebár a diáknapokat nem tudjuk online megtartani, viszont ott van nekünk az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, az ETDK, amely idén az online térben lesz megtartva, vagyis hogy kicsit kibővítve ezt a gondolatot,
az egyetemi, a Bábés-Bolyai Tudomány Egyetem magyar tagozatának a vezetőivel egyeztetve azt a döntést hoztuk, hogy idén lesz egy online LTDK is, lesz egy úgynevezett offline LTDK is. Ezt abból a szempontból kellett meghozzuk ezt a döntést, hogy két TDK-t szervezünk egy éven belül, mivel rengeteg diák, rengeteg jelentkező jelezte, hogy a vírushelyzet miatt nem tud haladni a dolgozatával, nem tud laborba menni, nem tud terepmunkát végezni, és semmiképp nem szerettük volna elvenni azoktól a lehetőséget, ezektől a diákoktól sem a lehetőséget, hogy esetleg nem tudnak most bemutatni, nem tudják a teljes dolgozatot abban a formátumban hozni, ami egy tudományos diákköri konferenciára esetleg versenyképes lenne. Így arra jutottunk, hogy két LTDK-t fogunk szervezni idén. Az első az online TDK, az nagyban most szerveződik. Nagy vonalakban ennyit tudok mondani most most már nevezhető ilyen ELTD-kának is. Így van. Egyébként milyen visszajelzéseik vannak az online oktatásról, az egyetemi szférából? Hogyan működik, hogyan történnek majd különböző egyetemeken, hogyan történik a lezárása a tanévnek? Hát most már hivatalosan is online lesznek, most már a tanügyminisztérium is bejelentette, hogy online lesznek a záróvizsgák úgy a végzősöknek, mint a többi évfolyamnak. Az első néhány hét eléggé nehézkesen indult, ezt el lehet mondani őszintén. A tanárok is, a diákok is elég nehezen tudtak átállni erre az online rendszerre, de mi azt tapasztaltuk, hogy ha mi a jelenlegi generáció nem tudja felvenni ezzel a versenyt, akkor szinte senki sem, mert úgymond mi már beleszülettünk ebbe az online térbe, mi így nőttünk föl, úgyhogy olyan nagy akadályt nem jelentett. Inkább az akadályt az jelentette a diákoknak, hogy különböző platformokon zajlottak az órák, az egyik óra egyik platformon, a másik egy teljesen máson, úgyhogy nehéz volt ezt az első körökben, az első időszakban ezt egyeztetni, viszont mára már nagyon letisztultak az egyetemek is, elkezdtek, hogy egy platformot használjanak, egy közös platformot, és akkor ez mindenkinek most már kialakult lassan-lassan. Igen, kialakult és kézenfekvő. Emellett szerintem nekünk, mind a szervezetnek a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a különböző egyetemekről, a különböző karokról folyamatosan információt gyűjtsünk. Ez szerencsére sikerült, mivel a Kolozsvár különböző egyetemein, ott, ahol nem folyik magyar nyelven oktatás is, vannak tanügyi referenseink. Ők folyamatosan az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy ezek az információk a különböző egyetemekről bejöjjenek hozzánk, és egy ilyen elosztó központ legyünk, úgymond a KMDS, ahol befolyt minden információ, és bármilyen kérdés fölmerül, arra mi tudjunk válaszolni. Ez akár a Bábés-Bolyai Tudomány Egyetemen, akár a Szapiencia Tudomány, Erdély Tudomány Egyetemen, vagy éppen a Műszaki Egyetemen. Azt hiszem, hogy amit kevésbé lehet pótolni, az a közösségi élmény, és azok az események, amelyen nagy számban vettek részt a diákok, és hogyha a közelgő nyárra gondolok, akkor ott van az a közkedvelt Marosvásárhelyi Fesztivál, ami valószínűleg, hogy elmarad az idén, vagy később lesz. A kolozsvári magyar napokba is beszokott kapcsolódni a KMDS önkéntesekkel és saját programokkal is. Hogy látja, hogy ennek milyen hatása van a diák szervezet életére? Hát nagyon felborítja az elmúlt évek rendszereit, úgymond, mivel nem a megszokott ütemben zajlanak az események, viszont próbálunk mi is segítséget nyújtani ezeknek a rendezvényeknek. Még pontos információnk nincsen arról is, hogy Erdély legszínesebb fesztiválja, vagy éppen a magyar napok mikor lesznek megrendezve, vagy éppen idén lesznek-e megrendezve. A legnagyobb érvágás igazából az, hogy nem tudunk találkozni akkor az emberekkel, nem tudjuk azt a munkát végezni, ami igazából a szervezet alapját képezi. Hát reménykedjünk, hogy lesz alkalom bepótolni mindezeket. Hatos Attila, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódott a műsorunkba, további jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is figyelmüket, kövessék ezután is műsorainkat, maradjanak otthon, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!